Sziasztok! Ebbe a videóba azt szeretném mutatni nektek, hogy egy 4. generációs iPoddal és egy külső Bluetooth-os GPS fejűvel hogyan bírjuk navigációra bírni az iPodunkat. Láthatod, ez egy 4. generációs iPod, kamerával van felszerelve. Első lépésként indítsuk el a Rocky Bluetooth 4 nevű programot. Ezután a külső GPS-ünket, ami jelenesebben egy Nokia típusú, tegyük felderíthető állapotba, ezzel itt a sarkán van egy bekapcsoló gomb, tudjuk. Már felderíthető állapotban is van, ami a zöld LED jelzi. Ezután kapcsoljuk be a Rocky Bluetooth 4 programba a Bluetooth-t. Itt már láthatjuk is, hogy meg is találta a Nokiát. Csatlakoztassuk. Itt láthatjuk is, hogy a műholdakat meg is találta a GPS. Mutatja a Greenwichi középidőt, a tengerszint feletti magasságot, továbbá a szélesség és hosszúsági fokokat, illetve majd a kilométer per órát is. Jelenleg ugye állunk, úgyhogy nullát mutat. Lépjünk ki a home gombbal a programból, utána indítsuk el az iGo-t. Adjunk meg úticélnak egy teljesen random címet, ez legyen mondjuk most Budapest. Alagút utca. 1-es házszám. Ki is számította az útvonalat. El is fogadom. Indulás. És akkor nézzük, hogy navigál. Az autós tartóba be is raktam az iPodot. Az útvonalat majd szándékosan rossz irányba megyek, hogy újra tervezzen többször is. Akkor nézzük. Max hangerőm van. Induljunk.
most megint majd szándékosan rossz irányba megyek, hogy újra tervezzen. Láthatjuk, elég gyorsan újra tervezi, illetve a tájolással sincsen semmi gond. Jó helyen mutatja, hol vagyunk, időben jelez, mondja magyar hangon, hol kell kanyarodni, hol kell lefordulni. Habár én szándékosan rossz irányba mentem. Tervezett útvonalatól.